szeretettel köszöntöm nézőinket innen a Jeli Arborétumból. A hazahúzó majadásában teszünk itt egy nagy sétát, majd ezután átmegyünk az oszkói Szőlőhegyre, Vasvár megyei túránkat pedig a hosszú peresztegi Szajki tavaknál zárjuk, úgyhogy ezúttal is érdemes lesz velünk tartani, nézzenek minket! Vasvár megyében a délnyugati északkeleti irányban húzódó csodaszép dombvonulat egy vadregényes területet takar, melyet Vasi hegyhátnak neveznek. Ezen a vidéken, bármerre is megyünk, a sűrű vadont és a közötte megbúvó tisztásokat ritka növény és állatvilág tarkítja. Ennek a mesebeli tájnak a része a Jeli Varázskert is. Magyarország a mérsékelt égövön van, és itt meghatározó növényfaj él, de nagyon sokan foglalkoztak azzal a múlt században, hogy még milyen más területekről származó növényeket lehet ide betelepíteni. Úgy tudom, hogy egy gróf ezzel foglalkozott itt Magyarországon. Gróf Ambrózi Mikasz István, a Jeli Arborétum alapítója, az egész európai területet bejárva arra jött rá, hogy itt a Kárpát-medence közepén nagyon kevés a lomblevelű örökzöld növény, ezért a teleink sivárak, üresek. Mindezt tette az 1800-as évek végén, 1900-es évek elején. Az ő ötlete az volt, hogy ezeket a délebről származó mediterrán, ázsiai vagy amerikai növényeket nagy tömegben ültette, az ellenállóbb fajokat védős falként helyezte el, és nagy tömegük révén, mint a déli sarkon a pingvinek, egymást megvédték, egyedi mikroklimát hoztak létre, a kert tovább bővült az 50-es évek után, a Szombathelyi ZRT jogelődje, az erdőgazdaság vette át a területet, és az addig 5 hektáros területből 102 hektáros arborétum alakult ki. Az erdőgazdaság 10 különböző mérsékeltövi erdőt ültetett, a közelünkben látható fák a sziklás hegység növényeit mutatják be, a mellettem lévő óriás tobozú fenyő különleges toboza és a mamutfenyők is. Ha fölmegyünk a 10 méter magas lombkronasétányra, szemtől szembe is megcsodálhatjuk ezeket a sziklás hegység ritkaságokat. Hát akkor menjünk fel! A táblákon a sziklás hegységi növényekről olvasható magyarul és német felirattal is szöveg, így az ember úgy érezheti magát, mintha a csendes óceán melletti erdőségekben járna. A fákat direkt hagyjuk rálógni a lombkronasétányra, így az óriás tuják, Jeffrey fenyők, óriás segenyék, Douglasok és a kezemben lévő toboz tulajdonos az óriás tobozú fenyő is testközelből megszemlélhető. És egyébként a gróf ügyelt arra, hogy olyan területekről hozzon be magokat, növényeket, amelyek szintén mérsékelt égövön élnek? Igen, külön figyelt arra, akár amerikai kapcsolatai révén, vagy ázsiai kapcsolatai révén, hogy a hasonló égövből származó növényeket ültesse. Az elmúlt 100 évben a klímánk rengeteget változott. Hát igen. És most már olyan növények is beültethetők Magyarországra, amik akár 20 évvel ezelőtt is lehetetlenek voltak. A klíma folyamatosan változik, most az a nagy kihívásunk, hogy ezeket a magasabb csapadékigényű növényeket is megtartsuk, ezt öntözéssel tudjuk elérni, mert a klímánk nem csak melegszik, hanem szárad is. És ezek a fenyők hány évig élnek? A mamutfenyő a sziklás hegységben 2-3 ezer évig is képes élni. Ezek 61-es telepítések, tehát még csecsemők, de így is elérik a 30 méteres magasságot. Amerikában akár az óriás jegenye a 110 méteres magasságot is elérheti, nagyon különleges a csendes óceánnak ez a párafüggönye, ami minden nap megáztatja ezeket a növényeket. Itt ezt nem tudjuk biztosítani, de Magyarországon is képesek akár a Douglasok az 50 méteres magasságot is elérni. Le kell hajolni egy picit, ide lógnak ezek a nagy ágak. Ez a fenyő, ez körülbelül milyen magas? Nagyjából a hegyi mamutfenyőnk olyan 30 méter magasságot ér el,
Ezek a Sziklás-hegység ikonikus növényei Kalifornia államban élnek, ott rengeteg erdőtűz dúl, és ezek a fák úgy védekeznek a tűz ellen, hogy nagy mennyiségű vizet raktároz a kérgük, és mikor végig söpör egy tűz, akkor a törzs érintetlen marad, sőt a tobozok akkor nyílnak ki, mikor hőhatás éri őket, és a talajon, a hamuban konkurencia nélkül tudnak gyorsan növekedni, tehát mondhatjuk, hogy ezek a fák a tűzhöz kötöttek, és így tudnak ezek az erdők is megújulni. Nagyon érdekes ősi tűlevél szerkezete van, és 10 méter magason részesei lehetünk a lombkoronában zajló folyamatoknak, nem csupán a fenyőket, hanem a madárvilágot is megfigyelhetjük. Ebből a pici tobozból ekkora lesz? Nem. Nem? A mamut fenyőnek ilyen kicsi toboza marad. Ja, hogy ez egy másik. Igen, ez pedig az óriás tobozú fenyő. Ja. Ő a legnagyobb súlyú tobozt produkálja, gyantás állapotban természetesen, olyan 3-3,5 kilós tud lenni, de szerencsére nem esik le a fáról, erősen rögzül és inkább ott korhad el, úgyhogy ennek a fának a tövében nyugodtan lehet pihenni, ezek nem potyalhatnak a fejünkre. Az fontos, így van. Hú, nagyon-nagyon-nagyon nagy a pára. Itt hát nyilván, ahogy a fák is kilélegzik, ugye? Igen, illetve mellettünk a 7 forrás fakad. Itt a Kaponyás patak több mint 70 forrással tül elő a Vasi hegyháton, és egy nagyon kellemes párás szurdokot képez. Itt egy több mint 400 éves bükkerdő található, mely háborútlan állapotban maradt meg. Mi sem végzünk ott fahasználati munkálatokat, szigorúan csak azokat a fákat vágjuk ki, amik az emberre veszélyesek, és hagyjuk, hogy a természet maga dolgozzon. Az idős, korhadó fákban olyan nagy testű madarak is megélhettek, mint a fekete harkály, és a harkályok által kivált odukat akár a macska bagó is elfoglalhatja, hogy ezek a védett madarak is otthon lelnek a jeli arborétum is környékén. És egyébként ezekhez a fákhoz még lehet betelepíteni bármilyen fát vagy növényt? Igen, minden még évben lehet? Folyamatos a növényültetés. Ezek a fák nagyjából 60 évesek, és az alsó lombkorona szintbe lombhullató, de szintén az adott tájegységre jellemző növényeket ültetünk. Klasszikusan ide juharfélék kerülnek, melyek szintén Vancouver, Kanada nyugati, illetve az USA nyugati államaiból származnak. Ezt a kilátót Gróf Ambrózi Migazi Istvánról nevezték el, és a formája a Vasvár megyei jellegzetes népi építészet, a harangláb formát imitálja. És menjünk is föl, és nézzünk meg egy különleges japán erdőtársulást. Kilátóból kitekintve, keletfele egy távol-keleti erdőkép bontakozik ki, a japán erdő. Megnézzük, két különböző bambuszfajt látunk, a kínai botnádat és az alacsonyabb termetű, de sokkal nagyobb levelű japán törpe bambuszt. A háttérben a mómijegenyék és a japán ciprusok is mind a távol-keleti szigetvilág különleges növényei. Kisejlik egy tó is, most nyáron virágzó tavirózsákkal, az itt fakadó Kaponyás patak három mesterséges tóval is színesíti a területet, és gazdagítja a mikroklimát. Ha hátam mögé tekintünk, a kaukázusi jegenyék, vagy ahogy mi magyarok mondjuk a normand fenyő, az egyik legkedveltebb karácsonyfa, igen, tobozai láthatóak, a fölfele álló, hengeres, szivar méretű tobozok egy év alatt széthullanak, így a fák alatt nem találjuk meg, csupán a széthullott tobozpikkelyeket, maguk pedig repítő képlettel
messzire szállnak. Ha a kilátónak a nyugati részére megyünk, akkor pedig az a sziklás hegységi erdőtársulás bontakozik ki, amelyben a Lombkrona sétány is található. Ha lemegyünk, akkor pedig a bambuszosban egy különleges, szubtropusi élményben lesz részünk. Olyan, mintha egy szubtrópusi, távol-keleti bambuszerdőben lennénk. Képzeld el, Marian, Ambrózy gróf már 100 évvel ezelőtt is ültette erre a területre bambuszt. Ez egy nagyon szép, örökzöld növény, fűféle, úgyhogy olyan, mintha egy 6 méteres magas mezőn sétálnánk. A távol-keletnek jellegzetes növénye, Észak-Afrikától egészen a távol-keletig Japánig megtalálható mindenfele. Fogyasztják ugye a rügyét, a panda medvének ez a kizárólagos tápanyaga, illetve a távol-keleti kultúrában, de akár az építőiparban is nagyon erős és masszív szerkezeteket lehet belőle készíteni. Úgyhogy a nagyon összefonódott távol-keleti kultúrával van is egy ilyen mondás, egy koreai mondás, hogy hús nélkül lehet élni, de bambusz nélkül lehetetlen. Igen. Gondolom, hogy házakat is építettek, vagy építenek bambuszból. Hogyan? Most is az építőiparnak a szerves része azokon a területeken. Igen. De Magyarországon is a kertészetek használják, mint karó, de díszítő elemként kertkultúránkban is van helye, vagy akár belső dekorációnak is. Hát igen, bambuszból készülnek mindenféle szép dísztárgyak is, meg használati. Ez nagyon az sok minden. Igen, úgyhogy nagyon, nagyon klassz ez a hely, tehát tényleg. Annyira érdekes hangulata van, tényleg, mint hogy a távol-keleten lennénk. Különlegesség, hogy a Kaponyás patak átfolyik rajta, így vízcsobogást és a lomb susogását is hallgathatjuk. A buddhisták szerint a bambusz levelek rezgésének van egy kellemes, egy meditatív hangulata. Úgyhogy igen, el szoktak vonulni ezekre a területekre, és akkor itt meditálnak és kicsit magukba húzódnak. És ezt az éghajlatot is szereti a bambusz. Igen, rengeteg olyan bambuszfaj van, ami Magyarország területén honos kontinentális klímát is kényelmesen elviseli. Nagyon vigyázni kell rá, ha az ember szeretné egy házi kertbe, akkor gyökér csapdát kell készíteni, mert a bambusz folyamatosan terjed, és épületekben is kárt tehet, tehát csak nagyon körültekintően lehet ültetni. Itt nálunk könnyű a helyzet, mert utakkal szegélyezett, és így kordában tartható ez a fűféle. És itt láttam egy kis tavat, oda menjünk, és majd ott folytatjuk a beszélgetést. Rendben. Bambusz erdő mellett látható a japán tó. Most nyár közepén a japán tabi rózsák virágoznak benne, a háttérben japán ciprusok és mómi jegenye fenyők díszlenek. A Kaponyás patakból mesterségesen került földúzasztásra 3 tó, ez a távol-keleti területen található, illetve 2 pedig az amerikai tájövezetnél. Nagyon gazdag az állatvilága is, különböző béka, siklófélék, szitakötők és jégmadár is megtalálható itt. A jégmadár, a szürkegém gyakori vendég, úgyhogy a látogatók akár itt különböző madárfajokat is megszemlélhetnek, amik vízhez kötöttek. Egyébként egy ilyen vizes terület az változik az évtizedek alatt? Tehát úgy növényben, és akkor gondolom másfajta állatok jönnek a közelébe. Igen, kell egy idő, amíg beáll ez a tó. Most számos kétértő és hüllőféle megtalálta itt az élőhelyét. A hideg források miatt ez nyáron sem melegszik föl, illetve mi is folyamatosan gazdagítjuk és különböző vízhez kötődő növényekkel ültetjük tele a területet. Itt például most a pár évvel ezelőtti tavirózsa foltra hívnám fel a figyelmet, de nem sokára különböző japán vízi növények, akár a mocsári, japán mocsári nőszirom is megtalálható az itt területen. Nagyon szép ez a növény, és ha jól látom, most virágzik. Ez milyen növény? Igen, a selyemirtuszfélék nyár végétől egészen ősz közepéig nyílnak. Ez egy Indiából származó növény, de a klímaváltozás hatására Magyarországon kint is jól megtartható. Lila, húsvörös,
fehér színekben pompázó növényt hívják Ázsiában majomfának. A kérge ugyanis hámló, és hogy fölfutna rajta a majom, lecsúszik ezeken a kéregdarabokon. Az őszi lombszíne is nagyon szép húsvörös színt fog ölteni, és utána pedig a kérgével díszít egész télen, úgyhogy ez egy igazi nyár végi, nagyon szép, nagyon mutatós cserje vagy kisebb faféle. Ennek nincsen semmilyen termése, ugye? Ennek csak virága van, úgymond. Toktermést hoz, de díszítő értéke nincsen és nem ehető, ez egy tipikus dísznövény. Ez most már beszerezhető kertészetekben is, nagyon szépen gazdagíthatja a nyáron díszítő kertjeinket. A selyemirtuszokon kívül érdemes megemlíteni pár mediterrán növényt, melyek élvezeti értéke is van és ehetőek. Ezekből mutatok egy párat. Ez egy olajfa. Azért tudom, mert elolvastam. Igen, most már Magyarországon is megtartható az európai olajfa. A rómaiak azt vallották, hogy ahol az olajfa megél, az már mediterrán terület, és itt most már egy mediterrán kis gyűjtemény szélén állunk. Ez egy több mint 200 éves olajfa, Olaszországból származik. Tavaly ültettük be, és ha megered, akkor pár év múlva nagy növekedéssel egy egészen szép fává cseperedik. Több ilyen növényt, mediterrán növényt is ültethetünk kertjénkbe, európai ciprust, araukária féléket, kínai kenderpálmát, érdemes kipróbálni az eukaliptuszt, a leandereket védettebb helyeken már kint lehet hagyni kísérletképpen, de ehető növények közül akár a kakiszilva, a füge, a gránátalma, vagy az igazán kettelőknek akár egy pisztácia is meg kipróbálásra érdemes lehet, úgyhogy melegedő klímánk miatt érdemes ilyen növényeket is próbálni. És ugye ennek a termése az olajfának, amit a pizzára teszünk, az igen, az igaz, tipikus olajbogyó. Illetve ugye az olaja, ami az nagyon, olaj, az igen. Oliva olaj is, ami most már Magyarországon is pár termesztőnél már előfordul és készítik, akár a Balatonfelvidéken, vagy lent Villány környékén, úgyhogy most már megjelenik a piacokon a magyar oliva is. És egyébként mit jelent a hidegen sajtolt oliva olaj? Azt hogy csinálják? Tehát hőhatás nem éri az eljárás során, hanem kipréselik is úgy, ahogy van, kerül bele a palackba, nem melegítik, nem fűtik, hanem tényleg szobahőmérsékleten készítik ezt az olajat. És van egy másik fajta, amit szintén szoktam venni, de csak sütéshez, oliva olaj, pogácsa olaj. Az pedig ugye, ami a préselésből megmarad, úgy magyarul mondom, hogy a szőlőből a törköly, a száraz rész, abból készül ez. Ugye a nedvességet, a nedves részt elviszik olajnak, és ami megmarad pogácsa, azt dolgozzák föl, abban is nagyon magas beltartalmi értékű dolgok vannak, és azt is még emberi fogyasztásra alkalmas, tehát ebből lehet készíteni különböző termékeket. És akkor ezen a területen van egy-két olyan növény, amit az előbb felsoroltál. Így van, tűző napon és viszonylag száraz talajon európai ciprusok, eukaliptuszok, örökzöld magnóliák, nyugati szamócafa, leánderek, mandulafenyő, melynek ehető a magja, és a pesztónak nélkülöző alapanyaga, úgyhogy érdemes próbálkozni ezekkel a növényekkel, mert a melegedő klímánk miatt ezek a növények megtarthatóvá válnak itt Magyarország területén is. Az oszkói szőlőhegy nem tartozik egyetlen borvidékhez sem, azonban az itt készített borok zamatuk és erejük miatt nagy népszerűségnek örvendenek a borkedvelők körében.
A hegypásztor kör Oszkó település értékeinek és hagyományainak elhivatott védelmezője, amely a vidékfejlesztés lehetőségeivel és eszközeivel élve 1985 óta folyamatosan újítja fel a présházakat, szervez szőlészeti, borászati és kulturális programokat. A közel 2 hektáros hegypásztor birtokon a népi építészet emlékei, a zsugfedeles présházak, a szőlő és a gyümölcsös, mind a népi életre jellemző egyszerűséget sugározzák. A Vasi hegyháton vagyunk. Hol helyezkedik el ez a terület pontosan? A Vasi hegyháta, mondhatnánk Vasi-Zala megye határvidéke. A megye déli részén a Rábával párhuzamosan futó dombhát, aminek mind a kiinduló szakasza, mind a záró szakasza ismert. Kiinduló része délnyugaton az Őrség, észak-keleten pedig a Kemenesalji, ezek mind ismertek. A hegyhát kevésbé ismert, ezért is érdemes rá felhívni a figyelmet. Ez egy dombhát, gyakorlatilag a Zala folyónak és a Rába folyónak a vízválasztója, egy nagy fennsíki rész, amelynek a felső részeit erdőt borította mindig. A dombvonulat oldalában voltak a települések, és a dombnak a meredekebb részei nagyon sok helyen szőlők borítják. Sok kis település van erre felé. Igen, ez egy jellemzően aprófalvas település, itt a 100 főtől a 200-300 vagy 500-600 fős településekig számtalan kisebb-nagyobb falut találhatunk. Hát ezek a történelem során változóak voltak, valamikor azért elérték az 1000-1200 lakosság számot is. Hát az a mezőgazdaság szocialista átszervezése következnével azonban kezdett kiürülni a vidék, és hát mondjuk egy ilyen falu is, mint Oszkó, ami valamikor 1200 lakossal bírt, ma 5-600 fővel rendelkezik. Mikor alapították Oszkót, vagy? Erről bármilyen dokumentum vagy feljegyzés? Hát, természetesen az alapításáról, kezdeteiről nem maradt fönt, de viszonylag korán, a mi viszonylatunkban már 13. századi adatok korainak számítanak, mert Vas megyének ez a része határvidék volt, és igazából korai adatok nem nagyon maradtak fönn. A 13. század elején, 1217-ben már említik ezt a falut, és hát a birtokosait is tudjuk, a környéken volt jelentős birtokokkal jelen a Nádas nemzetség, akinek itt számos faluja, többek között a névadó Nádast faluja is tőlünk 20-30 kilométerre fekszik. Ennek a nemzetségnek az egyik ág az kimondottan oszkói ág volt. Ők szerezték meg a nemzetségi birtoknak a nagy részét, de jelen volt itt az Egervári család, vagy később ebből a nemzetségből származó olyan familiák, mint a Gersei Petők, vagy maga a Nádasdi család, akit leginkább ismerünk, a sárvári nádasdiakat, akik a idővel a főrendiek közé emelkedtek. Mivel foglalkoztak egyébként a faluban? Ezek jellemzően jobbágyfalvak voltak, aminek hát mindig is mezőgazdasággal foglalkoztak, ugyanis itt a domb hát oldalába, aljába eléggé vizenyős területek vannak, ott már jobb minőségű szántóföldek is voltak, tehát alapjában mezőgazdasági termelés folyt, de ennek mindig kiegészítője volt az erdő és a szőlő. Ahogy mondtam, egy hatalmas erdőség fut végig a hegyhát tetején, ez gyakorlatilag a bakonnyal összeérő erdőségnek szokták mondani, Farkas erdeje ez a neve, és hát igazából itt az egész dombvonulaton végig megy, azt szokták róla mondani, hogy annak idején nem csak a vaddisznók jártak le makkolni, hanem a betyárok is a mi környékünkre, a Bakonyból. Tehát egy nagy erdőség, az erdei munkák fontos része voltak, és a szőlő az meg talán inkább saját kedvtelésre az egykori jobbágyoknak, vagy a későbbi parasztoknak szolgált, de nagy, hogy mondjam, divatja volt, főleg a 18. századtól. Akkor kezdték itt ezeket az erdőségeket írtani, és az erdők helyén alakultak ki igazából a szőlőhegyek, és az erdők, kiirtott erdőkből felhasznált faanyagból épültek a legkorábbi présházak is. Persze most is lakott a falu, ugye? Igen, hát, persze, hogy ne. Most 500 fő körül van. Az az érdekessége, hogy mivel, hogy mondtam, hogy több család és több nemzetség volt itt birtokos, a falu egy alsó-oszkói és egy felső-oszkói birtokrészből állt, tehát két falu volt egészen az 1940-es évekig,
de valójában összetartozott. És akkor egyesítették, ugye? Igen, hát végül is ugye pár száz méter választott el a két falu, csak más volt a birtokos, ugye középkorban, vagy még a feudalizmus idején, igazából az volt a meghatározó, hogy ki a birtokosa a falunak, és így két részre szakadt, aztán ez egyesült, és ebből alakult ki, hosszas úton, mert azért itt volt egy nagy birtok, a Festetis családnak az legújabb korban egy nagy birtoka, amit kiosztottak, azon egy újabb falu rész alakult ki, amit itt kicsit viccesen Gudinának hívnak, és igazából ebből a három falu részből, Alsószkó, Felsőszkó, Gudina alakult ki az a két világháború közti módosabb, jobb paraszt falu, ami elérte az 1200 főt is. Pásztor pincék és a körülöttük lévő szőlőtőkék különleges hangulatot kölcsönöznek a vasi tájnak, amely hazánk egyik legszebb vidéke. A hegyháti térségben fehér és kék szőlőt egyaránt termesztenek, ahol a leggyakoribb fajták a nektár, a leányka, a cserszegi fűszeres, a szürke barát, a Riesling szilváni, a Merlot és a Blauburger. Nem nagyon értek a borkészítéshez, de talán ez a cefre vagy a törkölj, ami itt a Dézsában van? Igen, ez az idei első szüretnek a törkölye. Ugye az idei évről azt kell tudni, hogy minden kicsit korábban van minden gyümölcs, így a szőlő is, körülbelül két héttel. Uh-huh. Ugye a legkorábbi szőlőfajtánk itt a nektár, ezt normál esetben augusztus végén szoktuk szüretelni. Most idén, mivel előbbre vagyunk, már ezen a héten leszüreteltük. Ugye fehér bor készítésnél egy nagyon rövid áztatás után, mivel egy illatos fajtáról van szó, egyből préselünk, tehát a törkölyt alapban nem használnánk már, viszont itt most egy speciális ital a térségben kuriózumnak számító mézbor készül, úgyhogy erre hasznosítjuk a törkölyt, ezen az ágyon készül a domonkos mézbor, ezért van itt. Maga a lé az már a benne a pincében fortyog erőteljesen, és hát zajlik borrá válásnak a folyamata. És van valami köze a mézhez? Hát jellegében, megjelenésében vannak mézes jegyei a nektárnak, egy ilyen nagyon szép aranysárga bogyója van, amikor megérik, nagyon finom illata, és igazából egy kicsit ilyen mézre is emlékeztető. Csak ezért nevezik. Azért választottuk a alapjául, mert amúgy ugye a mézbor, az viszont mézből készül, csak itt magában ugye elsősorban északabbra, tőlünk északabbra készítették a mézbort az elmúlt évszázadokban olyan helyeken, ahol nem volt szőlő. Uh-huh. Tehát mondjuk Csehországban, Lengyelországban, ami ahol nem éppen tipikus szőlő termesztő vidék, ott a méznek az erjesztéséből készítettek bort. Eztán az 1800-as években Magyarországon is elkezdtek vele foglalkozni, de mivel, hogy itt volt szőlő, ezért a magyar specialitása az lett a mézbornak, hogy egy szőlő ágyon, egy szőlőtörkölyön kezdték el erjeszteni a mézet. Így zajlott ez itt is a domonkos kolostorba is, és ezt a hagyományt elevenítették föl ott, és hát az itteni törkölyön készül. Ez hány kiló vagy mázsa? Hát ez most igazából olyan 300 liter körüli ez a cefre. Hát most ezt nem tudom megmondani, ebből majd mennyi bor lesz, de a mézbor készítés az egy elég hosszú folyamat, körülbelül két év majd, mire ebből igazán profi mézbor lesz. Többszöri nekifutással, többszöri erjedéssel fog majd egy talán desszertbornak nevezhető, egy kicsit édeskés, aromás és egy ilyen mélysárga színű bor lesz majd belőle, egy picit magasabb alkoholtartalommal, mint a normál borok.
Milyen fajta is a szőlő? Nektár. Ez itt van, ugye? Igen, ez egy keszthelyi fajta, ugye a cserszegi fűszerest azt mindenki ismeri, Bakonyi Karcsi bácsinak a nemesítése, és szintén a Karcsi bácsi fajtája ez a nektár is, igazából annak a tovább nemesítésével készült. A célja az volt a Karcsi bácsinak, hogy egy korán érő, stabilan beérő és viszonylag gombabetegségekre ellenálló fajta legyen. Úgyhogy ez itt nekünk nagyon jó választás volt, amikor újra telepítettük a szőlőket, hogy a fehérborba, vagy a fehérborhoz az egyik fajtát ezt választottuk. Egy kicsit vastagabb héja van, ezért tényleg ellenálló, korán érik, hát főleg mondjuk 10 évvel ezelőtt még jobban volt jelentősége, hogy itt nálunk hűvösebb éghajlat volt. Most már néha azt érezzük, hogy nálunk sincs hűvös éghajlat, de hogy beérjenek biztosan a fajták, ezért is volt egy jó választás. Most majdnem ott vagyunk már, hogy nagyon korán kell születelni, mert hogyha idén, vagy ha nem szedjük le időbe, akkor a savai csökkennek már. Most valamit kell vele csinálni, hát igazából ugye itt a törköly, ugyanúgy, mint a vörösbor készítésnél, az ázás folyamatában igazából kevergetni kell folyamatosan. Ennek a törköly kalapnak, ami itt az ázás kapcsán kialakul, mindig alá kell merülnie. Úgyhogy ez egy fontos momentum, hogy nagyobb pincészetekben természetesen ez gépiesítve van, nálunk ez is manuális, mint minden más. De a lényege az, hogy naponta többször ez a törköly kalap alá legyen merítve, ne történjen meg esetleg valami rossz erjedési folyamat, ugyanis őt látszik, ahogy pezseg, keletkezik a széndioxid, ez emeli fel igazából ezt a törköly kalapot. Ugye az maga megvédi az esetleges rossz folyamatoktól, viszont ami fönt van az oxigénnel érintkezve, ott még azért ott valami rossz irány is elindulhatna, ezért kell minél inkább alámeríteni a folyadékba. És naponta hányszor? Tehát ezt látni, ugye? Hogy igen, mikor kell megfordítani. Mikor csak tudja az ember. Hát ugye itt nálunk ugye az a baj, hogy a szőlőhegyen nem laknak az emberek, hogyha otthon van az ember, akkor könnyebben megcsinálná ezt naponta többször is. Hát igen. Ezért ugye általában ide ki kell jönni bármit csinálni, tehát naponta kétszer azért illik megcsinálni. De hogyha lehet többször is természetesen. Akkor ebből mikor lesz bor? Hát igazából az első erjedés az most majd egy 10 nap után lezajlik, akkor jön majd a préselés, akkor ugye onnantól már csak folyadékkal dolgozunk, de ahogy mondtam, a mézbor az egy többszörös erjedési folyamat, tehát fog még hozzá méz kerülni, és akkor a tartályba is tovább fog majd még erjedni. Oszkótól 20 kilométerre a Kemenes-alja keleti felében a Csörgető és a Kodópatakok között fekszik hosszú peresztek. A települést nyugodtan lehetne úgy jellemezni, mint a Béke-sziget egy varázslatos természeti környezetben. A 755 állandó lakossal rendelkező kisközség kedvelt úti célja nem csak a környéken élőknek, hanem a távolabbról érkező turistáknak is, ugyanis határában egy egyedülálló tórendszer nyújt kellemes kikapcsolódást. A Szajki tavak Vasvár megye legnagyobb tórendszere, ha jól tudom, 11 tóból áll? Így igaz, 11 tónak a tórendszeréről beszélünk. Hogy alakult ez ki?
Hát arról kell mindenképpen beszélni, hogy Vas vármegye egy jelentős turisztikai desztinációja a Szajki tavak, amely hosszú peresztektől 3 kilométerre található, és az 1900-as években a Csörgető pataknak a felduzzasztásával jött létre, és hát a tavakat tulajdonképpen hosszú peresztek községtől indulóan tudjuk számítani. Ebből érdemes kihangsúlyozni, illetve kiemelni a 4., illetve az 5. tavat, amelyek horgásztóként funkcionálnak. A partján lehet sétálni, ugyanis egy idillikus, zöld környezet veszi körbe a tavat, és hát ki kell emelni a 6. tavat, amely pedig fürdésre alkalmas. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy egy meglehetősen zöld, fákkal körülvett tórendszerről beszélünk, amelynek a biodiverzitása igencsak gazdag, így az ide érkezők megtekinthetik a madarakat, illetve a halakat, és hát tavasszal egy kimondottan fantasztikus medvehagyma gyűjtőhely, illetve az őszi időszakban pedig a gombázók élvezhetik az itt termett ehető finomságokat. De arról sem szabad elfeledkezni, hogy ha már turizmusról beszélünk, hogy az országos kéktúra útvonal mentén fekszik, pecsételő helyek is találhatóak. Az egyik nagyjából az 5. tónak a környékén az erdőben. Ahol vagy Kajla? Így igaz, míg a másik pedig a kemping környékén. Aki több napot is el szeretne tölteni itt, számos helyet talál, gondolok itt kempingre vagy apartmanházakra. Vas vármegyében a turizmus igencsak jelentős, és a Szajki tavak egy széles szegmensnek kínál kimondottan idillikus, nyaraló, felfrissülő helyet, ugyanis kisgyermekes családoknak, horgászoknak, aktív turistáknak, de éppen azoknak is, akik a város zajától szeretnének elszabadulni, kínál egy olyan fantasztikus felfrissülésre lehetőséget, hogy én azt gondolom, ez egy páratlan szépség, még itt Vasvár megyében is. Milyen mélyek ezek a tavak? Körülbelül 1,5 méter mély tavakról beszélünk. A 11 tóból én azt gondolom, hogy 3-4 tó sétálható körbe, és azt érdemes is az ide látogatóknak kihasználni. Viszont azt sem szabad elfelejteni, hogy azért az aktív turizmusba az is beletartozik, hogy a kék túrán túl van lehetőség focizni, szabad focipálya, röplabdapálya, gyerkőcöknek játszótér áll rendelkezésükre, és hát azért, aki meg szeretne kóstolni egy pár helyi finomságot, annak is tudom ajánlani a környéket, mert hát mindenféle lángos csoda, jégkelyhek, illetve pizzaféléket lehet itt enni, úgyhogy ez kimondottan jó gasztronómiai kalandozás is. És a kerékpáros turizmus is jelen van a térségben? Jelen van a térségben, annak is nagyon örülünk. Aki ismeri, hosszú peresztegről könnyen le lehet érkezni. 3 kilométeren belül itt vagyunk a Szajki tavaknál. Viszont aki szeretne egy picikét távolabbra elkalandozni, ő akár a Türjei úton keresztül egy csodás erdei kilátásban gyönyörködhet, és azon keresztül 15-16 kilométer, amíg leér a Szajki tavak környékére. Itt van melletted egy oklevél, ezt miért kapta a település? Így igaz, ezt be is mutatnám. Ez tulajdonképpen a Szajki tavak Vas vármegyei értéktárba történt felvételért kaptuk, méghozzá idén márciusban. És hát ez egy nagy büszkeségünk, az identitásunkat, a helyi értékeinket tartalmazza. Viszont azért, hogyha körbenézünk, akkor láthatjuk, hogy fontos nekünk is a fejlődés, fontosak a fejlesztések, ahogy
Vas vármegyében a turizmus egy meghatározó szerepet tölt be. Én azt gondolom, hogy vannak nagyon jó példák a környékben, gondolok itt az ötcsillagos módon működő Sárvárra, viszont a jó példán túl nagyon fontosak a helyi elköteleződések, a helyieknek a szerepvállalása, a befektetések, illetve az önerős beruházások, és hát mi is szeretnénk pályázatok révén az önkormányzatnak a segítségével fejlődni, fejleszteni, mert hát végeredményben az a cél, hogy Szajknak a valós turisztikai potenciálját kiaknázhassuk, illetve hangsúlyozhassuk azt az idillikus, bájos környezetet, amivel rendelkezik, és ezáltal a turisták számára egy vonzó turisztikai célpontot kínáljunk. Szajki tavak után van még egy bónusz helyszínünk itt Hosszúperesztegen, a tűzoltó gyűjtemény. Kik gyűjtötték össze a felszereléseket, az eszközöket? A tűzoltóknak a gyűjteménye 2-3 éve került összegyűjtésre, és hát Dénes Bálint, a Hosszúperesztegi Tűzoltó Egyesületnek a parancsnoka volt ennek a fő indítatója, mivel ő már gyerekként is belenőtt abba, hogy milyen fontos egy település életében az önkéntes tűzoltóság, és tudta azt, hogy itt a környéken nagyon is dívik az, hogy sok az önkéntes tűzoltó, van erre igény, és hát a házakba, illetve ezeknek a tűzoltóknak a portáján számos érték és kincs található. És a Covid ideje alatt ő kezdte el a mázsaháznak a felújítását, és kezdetben tulajdonképpen egy asztalra elfértek azok az eszközök és felszerelések, amelyek a tűzoltóknak a kincseit képezték, majd az idők során, most itt ugye 2-3 évről beszélünk, rohamosan gyarapodtak ezek a felszerelések, és ma már láthatunk zsuk típusú autókat, de láthatunk kocsifecskendőket, láthatunk különböző felszereléseket, ruhákat, sisakokat, illetve a porraloltó, habbaloltó, széndioxiddaloltó készülékeknek az evolúciója is megfigyelhető itt ebben a kis gyűjteményben. Ezek még mindig használatban lehetnének, hogyha nem fejlődött volna az ezzel kapcsolatos technika? Hát lehetnének használatban. Most a porraloltó készülékeknek ugye van egy karbantartása, tehát az azért már nem alkalmas, meg hogyha megnézzük, a ruhák is inkább, tehát már olyan fajta fejlődésen mentek át, hogy sokkal inkább alkalmasak a mai modern ruhák a tűz oltására, míg a korábbiak azért még nem voltak ennyire masszívak, a tűzzel szemben ellenállóak. Viszont én azt gondolom, hogy még most is egy olyan érték, amelyet érdemes megőrizni, és érdemes kicsiknek is, nagyoknak is bemutatni. De vannak olyan rendezvények, amire kivisznek egy-egy eszközt? Igen, falunapokra szoktunk kimenni, nagyon sok környező település hív bennünket, és akkor ott megmutatjuk a tűzoltó készülékeket, az autókat, illetve iskolások is szoktak jönni. A Sárvári Katolikus Iskola már többedik alkalommal érkezett el Hosszúperesztegre, és bemutatjuk nekik, hogy mennyire szép, mennyire sokszínű a tűzoltó egyesület, és nekik a munkássága. Ezen felül még szoktunk különböző rendezvényeket szervezni, gondolok itt a halloweeni mulatságokra, ami a tűzoltó múzeumból indul, és a falun keresztül megy körbe, de nyitott szertárkapukat is rendezünk, és hát próbáljuk bevonzani, becsábítani a kisgyermekeket, és hát a szüleiket is. De minden kedves érdeklődőt várunk sok szeretettel. És ezzel Vasvár megyei túránk végére értünk, sok szép helyen jártunk, sok kedves emberrel találkoztunk, remélem tetszett nézőinknek, amit megmutattunk önöknek, legközelebb is számítunk megtisztelő figyelmükre, a viszontlátásra!
műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.